www.királyexpress.com. Sziasztok, Nagy Tibor vagyok. Ezen a héten rengeteget rádiózunk, és még néhány érdekes dolgot is csinálunk. Tarts velem a mai adásban is! Biztosan többen láttátok már a Facebookon, hogy megnyitott az elektromóm. A Katona Giminél volt régen az elektroutlet, és a két alkalmazott, Laci és Lali, megnyitották saját üzletüket, miután az bezárt. Az elképzelés szerintem tökéletes. Prémium műszaki cikkeket árulnak outlet árakon. Ahogy látjátok a tévéket, van itt OLED, QLED, UHD, vagyis 4K képes televízió is. A nagyháztartási gépek között találtok itt mosógépeket, szárítógépeket, prémium hűtőket is és mikrohullámú sütőket is. Ami rendkívül szimpatikus még, hogy a két tulajdonos, a képen éppen Lalit látjátok, ők dolgoznak az üzletben, a másik tulajdonos pedig Laci. Mind a kettőjükkel találkozhattok, hogyha ellátogattok az Electrohome prémium műszaki outlet áruházba. Keressétek őket Kecskeméten, a Ceglédi út 80 szám alatt. Ilyen érdekes dolog. Ma, kedden, a Kereskedelmi és Iparkamarában történt. Még nektek, mert megtörtént, nekem még nem. Nagyon kíváncsi vagyok, mert a Google képviselője jön le, és az AdWords-ről tart egy kis előadást. Ez az év, amikor én azt érzem, hogy gyakorlatilag minden robban. A Facebook egyre nagyobb, az Instagram egyre nagyobb, megjelent az IGTV, a YouTube továbbra is nő, a Google pedig még mindig a legnagyobb kereső. Hát annak ellenére, hogy most megbüntették őket 4 milliárd dollárra, valami ilyesmi. Nagyon jól csinálja a dolgait, és hát még mindig a legjobb kereső motorja van neki. Ebben a kereső motorban pedig rengeteg hirdetést lehet elhelyezni, és hát erről tartanak előadást a mai napon. Egészen pontosan ott. Nem engedték, hogy videót készítsek, de nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondtak. Konkrétan a Google is azért felfedezte azt, hogy a Facebooknak milyen ereje van, és remarketinget, tehát ezt a követő reklámot biztos láttatok olyanokat, hogy fölmentél egy oldalra, és utána ment utánad az a reklám. Na most a weboldaladat és a Facebook oldaladat össze lehet kötni gyakorlatilag a Google-lel, és ugyanazokra az emberekre tudunk hirdetéseket elkészíteni, akik mondjuk a Facebook oldalunkon voltak. Tehát tegyük föl, van egy hirdetőnk a rádióban, és ő szeretne azokra az emberekre hirdetni, akik a mi weboldalunkra vagy Facebook oldalunkra látogattak. Na most erre van lehetőség. Úgyhogy úgy látom, hogy egy újabb piaci szegmenset sikerül majd kialakítanunk a rádió reklámoknál. Hogyha érdekel esetleg, és szeretnél hirdetni a rádiónkban és online is, akkor a videó leírásában megtalálod a rádiós e-mail címemet, írd rám, és beszélgessünk, mert van értelme. Nagyon jó! Következő úti célunk a Bria Kft. Sokszor láthattatok már videókat autós tesztekről, amelyeket a Bria Kft. Tett lehetővé. Hogyha esetleg kíváncsiak vagytok, akkor itt fönt, itt azt hiszem itt van, itt találtok egy playlistet, ahol megnézhetitek a videókat. De most nem ezért jöttünk ki, bár ezt az autót, ezt várjátok, mutatom. Ezt szívesen kipróbálnám, úgyhogy ez egy Skoda Karok, remélem, hogy majd kapok egy ilyet is. De most menjünk be, és akkor kérdezzük meg, hogy mit szeretnének hirdetni a rádióban. Ezt is kipróbálnám. Csak úgy jelzem. Nos, hát ez is megvolt.
indul a Bria Kft. Reklámkampánya, mégpedig a Seat Aronáról, és hát erről az Aronáról én már csináltam egy videót. Nem tudom, ezt már mondtam? Ha nem mondtam, akkor most mondom. Itt van fönt a link, kattintsatok rá, és nézzétek meg. Most pedig elmegyünk a tisztítóba, mert hétvégén lagzízni fogunk. Erről is fog készülni majd egy videó. De nem azért megyünk el a tisztítóba, mert lagzízni fogunk, de végül is azért megyünk el, csak az öltönyömet ki kell tisztítatni, mert valami kis baleset történt vele egy másik lagziban, ahol vendégként voltunk. Úgyhogy most szerda van már a héten, úgyhogy muszáj keresnünk egy olyan tisztítót, akik szombatra megcsinálják az én öltönyömet. Hát ez már csak vágás közben derült ki, hogy ebből az egész a világon nem lehetett semmit se hallani, mert úgy fújt a szél. Lényeg a lényeg, hogy a malomban találtam ezt a tisztítót, és elvileg egy nap alatt megcsinálják, úgyhogy lesz szombatra öltönyöm. Na akkor most pedig nyomás a rádióba. Oké. Okay. Na hát akkor kezdődjön az éling délután. A mai napon játszani is lehet velünk, mert hogy Kecskemété lesz a Jazz főváros idén is. Nem tudom, hanyadik alkalommal rendezik meg, de mindjárt megnézem, mert hogy van nekik egy weboldaluk, mégpedig a jazzfőváros.hu. Augusztus 2-ától 5-ig lesz a Jazz főváros, az első és az utolsó nap ingyenes, 2+2 nap lesz, tehát 2 nap lesz fizetős, 3 színpad, 90 fellépő, 11 országból, úgyhogy a jazzzene szerelmeseit várják augusztus 2-ától 4-ig Kecskeméten, mégpedig a domb mellett. Na hát ez volt a programajánló, és akkor most kezdjünk el rádiózni. Üdvözlök mindenkit, Nagy Tibor vagyok, töltse velem a következő 60 percet is, és küldje el az utak híreit SMS és Viber számunkra 2094140-ra, vagy hívjon a 76-os körzet 44010-es telefonszámunkon, egyéb iránt ez a játékunk telefonszáma is, mert hogy a mai napon is lehet nyerni egy páros bérletet a Jazz Főváros 2018-as Kecskeméti rendezvényére, nem kell más tennie, mint elkezdeni már most telefonálni, mert aki 5-ként fölhív, és elmondja Gong FM bármely szlogennyét, ők biztos ott lesznek, mert hogy tényleg egy páros bérletet adunk majd partnerünk jóvoltából. Kezdődik a telefonálgatás. Gong FM Éling délután, Nagy Tibor vagyok. Szia Tibi, Nóri vagyok, játszani szeretnék. Nagyszerű! Szia! Tudod-e a Gong FM szlogennyét? Gong FM Budapestről Szegedik 7 frekvencián. Ez tökéletes! Te voltál az első, aki a legjobban tudta. Ja, akkor még próbálkozok. Na, okay, hello. Szia! Szia! Na, nem fogom nektek azért mind az 5 telefonálót bejátszani, hanem most akkor meghallgatjuk, hogy ki lett az 5. Nem, hogy most már csöng a telefonom. Mutatom, de lehet, hogy láttátok más videóba is. Itt csöng a telefon. Csörögjél. Meglátjuk, mennyire lesz kitartó. Gong FM Éling délután, Nagy Tibor vagyok. Gong FM Budapestről Szegedik 7 frekvencián. Nóri vagyok. Nóri. Jól emlékszem, hogy te voltál az első is? Igen, meg a harmadik is. Meg a harmadik is. Azt nem mutattam meg a hallgatóknak, csak az elsőt. Képzeld, van egy jó hírem, te vagy az 5. Yeah! Igen! A páros belépő a tiéd a Jazz fővárosra. Jó szórakozást! Köszönöm szépen! Várunk a rádióba, így tudod átvenni a belépődet, jó? Jó, tök jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Jó, köszönöm. Szia. Hello. Hát látjátok, ilyen egyszerű nálunk nyerni, csak föl kell minket hívni a 76-414-010, jó, mondjuk kell hozzá egy adag szerencse is, mert Nóri nagyon ügyesen telefonálgatott, ő volt az első, és az 5. is. 5. Köszi rététetik! A mai napra audenciát kért tőlem a király. Ők is terveznek valamit, kérdezzük meg tőlük, hogy mit?
Nos, nem mondhatom el pontosan, hogy még mire készül a király, de egy nagyon jó promócióra, amelyet majd a rádióban fognak meghirdetni, és egy nagyon-nagyon jó nyereményjáték lesz. A részleteket pedig majd meglátjátok, hogyha feliratkoztok YouTube csatornámra, úgyhogy iratkozzatok föl már most. Ez a videó mára ennyi volt, köszönöm, hogyha megnéztétek. Ha esetleg van témajavaslatotok, akkor kommentbe várom őket, és hát bár még ennek a hétnek nem lett vége, de a videó már nagyon hosszú lenne, hogyha még a péntek, szombat, vasárnap történéseit is beletenném, így úgy gondoltam, hogy ezt kihagyom, majd a jövő heti videóba meglátjátok, hogy mi történt velem, és iratkozzatok föl! facebook.com/DJAfus, ott is lájkolhattok, Instagramon is keresetek, és itt persze a videó alatt, vagy a videó végén, a fejemre kattintva feliratkozhattok YouTube csatornámra. Köszönöm, ha megnéztétek, sziasztok!